Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Sokan mondták, hogy hosszú ez a két hét, annyira várják a következő részt a Belvárost bemutató sorozatból. Itt vagyunk, már is itt vagyunk, és folytatjuk a beszélgetést, sok érdekességet és sok titkot tudunk meg városismereti műsorunkban a következő 50 percben is. Köszönhető ez két kiváló szakembernek, akiket nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök itt a Városháza udvarán. Köszönöm, hogy kitartotok mellettünk, és adjátok át tudásotokat a televízió nézőinek. Ezúttal Higari Antalt szeretném elsőként köszönteni, aki főépítész és műemlékvédelmi szakmérnök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a lehetőséget én is, és üdvözlök mindenkit. Mint Fejér megye főépítésze, azt hiszem, hogy Székesfehérváról is nagyon-nagyon sokat tudsz, ami nagy érték, és köszönöm, hogy megosztod velünk, és köszöntöm nagy szeretettel a műsor állandó szakértőjét. Most már mondhatnám azt is, hogy talán évek óta, már több mint egy éve biztos, hogy elkezdődött Városrészek titkai című műsorunk, köszönhető Váci Márk történésznek, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársának. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát igen, most már több mint egy éve tart ez a sorozat rádióban, tévében. És hát ugye Tónival is ez már a hatodik adásunk, úgyhogy igaz, hogy nem beszéltünk össze, de össze is öltöztünk, most már gyakorlatilag mi is harmonizálunk egymással, nem csak az épületek. Nos, itt az ideje, hogy folytassuk akkor a belvárosi sétánkat, amelyről most is el kell mondanom, hogy nem utca szerint, és nem házakról házakra, és még csak nem is történelmileg járunk, de mindenütt azért ott van egy kis kapocs. Az első épület, amiről most fogunk beszélni, ez hát maga a történelem, akárhogy is nézzük, hiszen egy város múzeumának épülete rengeteg történelmi titkot rejt, ilyen a Szent István Király Múzeum országzászló téri épülete is. Nagyon érdekes története van a térnek, majd odáig is el fogunk azért jutni nyilván, meg az emlékmű és minden egyéb. Ugye az országzászló téri múzeumépület az az eredeti múzeumépület, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Marosi Arnold, ciszterci tanár, ugye születési nevén Jálics Mihály kezdeményezésére költözött ebbe az épületbe a múzeum, illetve történt meg a múzeum már történő átalakítás, és az első állandó városi gyűjtemény az gyakorlatilag itt jött létre, és ugye a 30-as évek város kalauzaiban ez a gyűjtemény látható, ami ma már a város történeti gyűjteménynek egy nagyon fontos részét, talán a legértékesebb részét adja, és ugye ma már igaz, hogy a főutcai egykori rendház épületben található meg a múzeum, de hát a néprajzi állandó kiállítás még itt működik, itt vannak különböző irodák, itt van a könyvtár, itt van a Marosi Arnoldról elnevezett úgynevezett látványkönyvtár is, ami ugye főleg a múzeumok éjszakáján belül látogatható. Itt vannak különböző programok az állandó kiállításban, illetve az emeleti részen pedig különböző várostörténeti kiállításokra, illetve különböző művészeti jellegű időszaki kiállításokra is sor kerül rendszeresen. Alapvetően ugye ezen a területen az országzászló tér felőli épületrészben egy izraelita iskola működött, majd aztán rendőrösként is funkcionált, tehát sok funkciót betöltött igazából, volt korábban árvaház is, és aztán 1929-től kezdődött el a múzeum már történő átalakítása, átépítése ennek az akkor Bognár utca 3 szám alatt található épületnek. És aztán 34 és 37 között már sokat beszéltünk Schmidt Ferenc, illetve Molnár Tibor, valamint Kocsis Iván ebbéli munkásságáról, megtörtént az eredeti díszes homlokzatnak egy funkcionalista átalakítása, bár azért ez is még nagyon szép, én azt gondolom. A Várkörút felüli homlokzat az már jóval egyszerűbb, illetve történt egy bővítése is ennek, ugye az 1937-es évszám ezen az úgynevezett lándzsaíves kapun is ugye jól látszik, ami a múzeumnak a bővítménye volt. És hát egy nagyon érdekes történet kapcsolódik még ide azon kívül, hogy ugye múzeumként emlegetjük. Ugyanis volt itt egy bizonyos irodalmár ember, meglehetősen rövid ideig, de nagyon jelentős korszakban ugye igazgatója ennek a múzeumnak. Vörös Sándornak hívták ezt az illetőt, aki egy
hát nem is annyira gyermekversében, de megemlékezett egy bizonyos kiállítás megnyitóról, ugyanis a múzeumnak a római kőtárát eredetileg itt nyitották meg, és aztán ugye jóval később költözött át a rendház épületbe, és ha jól emlékszem, Radnóti Aladárnak hívták az építészt. Az Aladár az biztos, illetve régészt. Az Aladár az biztos, hiszen ugye a Kutyatár című versében énekelte a meg Vörös Sándor, ugye Harapuca 3 alatt utca. Megnyílott a Kutyatár, sippadobban megnyitott a Kutyafülő Aladár, és a többi, és a többi. Állítólag nem voltak annyira jóban, más nyelvek szerint meg nagyon jóban voltak, és inkább dicséretként szánta ezt a kis játékos verset Vörös Sándor. Hát aztán tudjuk, hogy a későbbi évtizedekben meg inkább gyermekeknek szóló verseket írt, kezdetben kényszerből, aztán ugye egyre jobban ez a benne lakozó gyermeki lélek is igazából erre az útra vitte már önszántából. Tehát ez egy aranyos, érdekes kis történet, ami ehhez a vershez kapcsolódik, és ezt, bár a Fejér megyei hírlap is megírta korábban, valószínűleg kevesen ismerik ezt a sztorit. És hát a falon megláthatjuk, megnézhetjük nem csak az ő domborművét, hanem most már valóságos kis kiállítás van domborművekből, hiszen gyakran mutatnak be újabbat, és emlékezünk Székesfehérvár nagyjaira így is. A dr. Lukács László néprajzkutató kezdeményezése indult el, ugye ez a múzeumi Panteon kialakítása az országzászló tér felőli homlokzaton. Nagy Benedeknek a bronz domborműves alkotásairól van szó. Ugye összesen 7-ről itt Tónival pont az adás előtt még gyorsan összeszámoltuk. Ugye kezdődött Marosi Arnolddal 2011-ben, folytatódott a néprajzkutató Gunda Bélával 2012-ben, aztán Vörös Sándor 2013-ban, akinek ráadásul akkor volt a 100. születési évfordulója, tehát pont jól sikerült időzíteni. Fici Jenő 2014-ben, aki ugye évtizedeken keresztül volt az István Király Múzeum, majd később Szent István Király Múzeum igazgatója, Pesovár Ferenc néprajzkutató 2015-ben, a régész Kralovánszki Alán 2016-ban, és hát most legutóbb, de remélhetőleg nem utolsó sorban, Radecki Jenő ornitológus a Velencei tó környékének madárvilágát kutatta, ugye, 2017-es az emléktáblája. És tanár is volt Székesfehérváron. Így van, és reméljük, hogy ez a sorozat azért még folytatódik, ahogy Laci bácsi kihangsúlyozta, annak idején két hely még van ezen a homlokzaton, tehát azért még újabb alkotások várhatók. Itt egy kicsit megint egyfajta személyes dolgot engedjetek meg. Nyilván a dombormű a képzőművészeti alkotásokkal való kapcsolata, és egyébként a egyéb más képzőművészeti ágakkal való kapcsolata miatt én, hát ha szabad, háromat, számomra ezek az igazán. Nem feltétlenül most a személyekről, hanem sokkal inkább a ezzel kapcsolatos ábrázó dolgokról is, és ezért örülök annak, ahogy ezt Nagy Benedek, Móri Szobrász ilyen ragyogóan megalkotta valamennyit, hogy valahogy ez a mesterségem címere, szinte mindenki a saját környezetével került oda, tehát amit őt jellemzi, tehát mintha élő személyek ott lennének, és mesélnének a dolgaikról, a kis szobasarokból bújnának elő, és hát ezért érdekes Marosi Arnoldnak a boltozatoknak az összecsengése, vagy hát hogy mondjam, ahogy feltárul az a boltozatot mögött, és abból úgy félig, és majdnem mind ugye én kicsit ilyen kilép szinte a térbe, nem is, tehát már majdnem szobornak, fél szobornak lehet már mondani egyik másik domborművet, és hát ugyanígy Fici Jenőnél akkor engedtessék meg, hogy jó néhány római kori pénz megjelenik, illetve hát a numizmatika előkerül, és hát Alánnál, megint csak Kralovánszki Alánnál, hát ő meg elnézést még a kantáros nadrágjában, ahogy én ott megismertem meg oly sokan, ahogy mondták, hogy na jön, én még mindig jön ki a gödörből, ez mind az Alán. Úgyhogy, és hát tulajdonképpen ő erről volt ismert, hogy a romkertben, mikor ásadt,
kiállításon részt vett, akkor fogta magát, kiugrott ugye már közel 70 évesen is akár a gödörből, és akkor fogta magát úgy, ahogy volt, akkor berongyolt elnézést a kifejezésért a Városházára, és ott Balsai István a kezdetben tanácselnökkel, majd polgármesterrel előadta, hogy mit kellene a romkertbe csinálni, meg mit talált, meg milyen ötlete van még. Hát ő hozzá ez annyira igazodik, hogy ezért gondoltam, hogy ezeket mint életképeket. Kis kőműves kalap is egyébként rajta van a fején. És ha már numizmatika szóba került, sűrítés, szituációba helyezés, Fritz Mihály neve azért elhangzott, ha jól emlékszem, a királyi érmek kapcsán. Hát hasonlóan nagymestere ő is ennek a sűrítésnek, meg szituációba helyezésnek, aminek kapcsán ugye Tóni leginkább érintett itt az éremgyűjtők képviseletében meg részéről, ugye Fritz Mihály az, aki az a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér megyei szervezetének, jól mondom? Igen. Hát most ugye már... a király érmeit készítette, illetve hát a nagy alakjainknak az érmeit készíti most hát, is folyamatosan. Igen, a fehérvári nagyjaink, és a múltkori adásban emlegetted itt na, nyögjen bárki. Sokakat. Széchenyi Viktort és az ő palotáját, hát most készült el gyakorlatilag az ő emlékére, mivel születésének 150. évfordulója van, illetve a fiának, ugye Széchenyi Zsigmondnak az emlékérme, szintén Misi alkotásaként, és hát nyilván itt is próbáltuk a fehérvári kapcsolatokat bemutatni, és hát úgyhogy érmeken is megjelenik Fehérvár folyamatosan. Az előző adásban beszéltünk már többször is a Kossuth utcáról és a Petőfi utca környékéről, ugye az Árpád fürdő, a Pávás ház, a Kossuth utca 14 legendás helyszín. Most visszatérünk tulajdonképpen a sarokra, a Petőfi utca 5 szám alá, ahol egykor a pénzügyi palota működött. Hát az egykori pénzügyi palota az egy érdekes jelenség, ugye a postának egyfajta ikerépülete. Van több ilyen ikerépület. Fábián Gáspár kapcsán ugye lehet emlegetni a két Kisbudai úton lévő iskolát, ugye az egykori Leány gimnáziumot, illetve mellette lévő korábban Petőfi iskolát, ma ugye Szent Imre iskolát, vagy Szél László kapcsán szintén két iskolát, ugye az egykori Béketérit, ami ma a Kodály, illetve a Vasvári gimnáziumot, ami ugye korábban szintén Szent István nevét viselő gazdasági iskola volt. Nagyon sok iskolát neveztek el Szent Istvánról itt Fehérváron, meg intézmény. Tehát ezek is ilyen ikerépületek, ráadásul mindkettőt Saj Ferenc tervezte. Nagyjából ugyanabban az időszakban, 1905-ben épült fel. Ugye Petőfi utcai címet visel, de hát gyakorlatilag a Kossuth utcának a végében, illetve a Kossuth utca és a Petőfi utca sarkán találkozásánál sarkán található. A bejárata a Petőfi utcáról nyílik egyébként már magának az eredeti épületnek, ahogy Tóni említette, ugye volt olyan időszak, amikor a postának a főbejárata is itt nyílt, tehát egymással szembe volt igazából a két főbejárat, és ugye ez az a pénzügyi palota épület, amiben egyébként az 1906-os iparkiállításnak is egy kamara kiállítása nyílt, amit ugye Széchenyi Viktor, akkori főispán nyitott meg, és ugye frissen kinevezett és Székesfehérvárra került Prohászka Ottokár megyés püspökkel karöltve szervezték, illetve bonyolították ennek a munkálatait igazából. Tehát ezzel debütált maga az épület, és igazából ezzel a kiállítással is avatták fel. És ugye ma is irodaházként működik, a tankerület osztozik rajta különböző egyéb intézményekkel, osztrák konzulátus is működik itt, ugye a tiszteletbeli konzulnak a székhelye, a pincében különböző szórakozó helyek váltották egymást az elmúlt évtizedekben, és úgy tudom, hogy most is van, de igazából irodaházként működik alapvetően. Engedjétek meg, hogy kijöjjön belőlem a rádiós egy pillanatra itt a televízióban, hiszen 1956-ban, amikor is a Vörösmarty Rádió indult a forradalom időszakában, egy darabig ebben az épületben működött, és innen készült a műsor, itt készült a műsor. Ez egy rádiós emlék. Köszönöm szépen, ezt nem tudtam én még. Ugye a Vörösmarty Rádió történetével azért még mindig vannak titkok, amik kiderülnek. Nyilván aztán később egy kereskedelmi rádió is működött az épületben, hogy teljesség igényével mondjuk el mindezt. De az jóval-jóval később volt, már a 90-es évekről beszélünk akkor.
Tehát ez volt az egykori pénzügyi palota. Menjünk is tovább, mert nagy örömömre ebben a műsorban esélyünk van rá eljutni helyszínünkre, ez a Városházához, hiszen a Városháza udvaráról szól a műsor, éppen itt vagyunk, de mielőtt odaérnénk, azért még egy kicsit álljunk meg a Táncsics utcában, elsőként a 2-es szám előtt. Ez az egykori bankszékháznak az épülete, tehát megint csak egy pénzügyi intézménynél vagyunk. Ugye ma egyébként az egykori pénzügyi palotának a földszintjén is részben egy közösségi bank működik, tehát akkor visszatértünk megint csak egy kicsit a logikai sorrendhez. Szecessziós stílus elemekkel ötvözött historizáló épületről van szó alapvetően. Ugye az 1901-es évszám, illetve az MNB felirat az, ami ugye itt a homlokzati úgynevezett Attika falon kirajzolódik. Ugye ez egy olyan díszítő elem, ami mögött általában nincsen semmi. Tehát gyakorlatilag ez egy függőleges épület dísz, ami tényleg csak díszítő funkciót lát el. Ugye ez volt a Nemzeti Banknak az első székháza Székesfehérváron, és aztán amikor ugye a Zicsi-liget és a Móri út sarkán felépült a következő székház, Hübner Tibor tervei szerint, az ő nevét még nem említettük, de majd fogjuk, természetesen akkor költözött át oda a bank, mint olyan, és a szomszédos 4-es számmal összevonva az ipartestületnek, illetve iparos körnek lett a székháza. A 4-es számról külön nem készültünk beszélni, de annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy Klebelsberg Kuno, a későbbi gróf Klebelsberg, vallás és közoktatási minisztere fiatalkorának egy részét itt töltötte, ez volt az úgynevezett Klebelsberg ház, ugye itt laktak a rokonai Székesfehérváron, illetve részben itt volt egy másik épülete is a családnak. És igazából, amit érdemes még... Bocsánat, ha szabad, akkor már Klebelsbergnél egy percet időzni. Ő akkor költözött ide, mikor édesapja, aki katonatiszt volt, súlyos lovas balesetet követően elhunyt, és az édesanyja a nagyszülőkhöz költözött, úgyhogy tulajdonképpen, hát már mint a saját szüleihez, úgyhogy hát a nagyszülői házba került, és ott nőtt föl, tehát ő így lett a pécskai születésű Klebelsberg fehérvári polgár, úgyhogy ezért mondhatjuk, hogy városunk egyik nagyja, tulajdonképpen hát ennek a nem szerencsétlenségnek köszönhetően lett fehérvári. Még egy nagyon rövid momentum, ugye, ami ide kapcsolódik, hogy természetesen mint középületet, ugye, vagy részben középületet, ezt az épületet is államosították, és a Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége, tehát a MESZÖV költözött be ide, ez volt a MESZÖV-nek a székháza, és aztán a legutóbbi időkig hát, takarékszövetkezet működött benne, ráadásul, ha jól emlékszem, pont az, amelyik a Molnár villából a Várkörútról kiköltözött ebbe az épületbe, és aztán igazából talán 2 évvel ezelőtt kezdték el behálózni, felállványozni minden egyéb. Sajnos háló az még most is borítja, mert a homlokzati díszítő elemek egy része potyog, meg hát sajnos azért a vakolat is, meg minden egyéb, de hát azért az eredeti pompájához nagyjából közel látható most is. Menjünk tovább, nem messzire, csak a 7 szám alá, és van összeköthető téma is, hiszen ebben az épületben is volt bank egy darabig. Sőt, ez a bankhoz egyébként egy galéria is kapcsolódott, nem mondom ki a banknak a nevét, mert még mindig működik, úgy tudom. Bár most már nem ebben az épületben, meg talán Fehérváron sem található meg. De hogyha valaki több tudja, bank hogy is volt több benne, bank is volt benne, de hogyha valaki tudja, hogy annak a banknak a galériája működött ebben az épületben. Itt egyébként nagyon értékes, nem csak befutott, de fiatal képzőművészeknek a munkáit is meg lehetett tekinteni. Historizáló sarokházról van szó. Ugye van egy jellegzetes zárt sarokerkélye, ráadásul egy torony díszítmény kapcsolódik hozzá, és akkor bank volt ez is valamikor, az Országzászló tér Bástya utca sarkán meg ma is egy tornyos bank működik. Tehát ez is egy jó kapcsolódás ide. Dietrich Szilárd volt az, aki egyébként felépítette az 1890-es években, tervezője már sokszor és még sokat emlegetett Saj Ferenc volt, rendkívül termékeny tervező, elsősorban Székesfehérváron dolgozott. És igazából, amit még érdemes elmondani magáról az épületről, hogy ugye a mai funkciója az egy digitális élmény központ.
központ, ami itt megtalálható benne, illetve hát nyilván az emeleti részek pedig, ahogy a korábbiakban is, ugye, meg ahogy a tervezés időszakában is már egyértelmű volt, lakásként működnek, tehát ugye a bankfunkció az többnyire azért a földszinten volt mindig is megtalálható, és hogy általában ezek a bérházak felépültek. Ugye ezt még talán annyira nem hangsúlyoztuk, hogy az alsó szinteken volt megtalálható kereskedelmi pénzügyi tevékenység, és ugye a felső szinteket használták lakás célra. És amit még kiemeltünk itt, ugye Medgyessy Ferencnek a nevét már említettük a török út kapcsán, itt is egy Medgyessy féle alkotásról van szó, viszont ez nem egy eredeti alkotás, ezt is ki kell hangsúlyoznunk. Ez a Táncos nő című szobor, aminek az eredetije 1954-ben készült. Ez Medgyessynek egyébként egy késői főműve, több példánya látható más városokban, így például Budapesten és Debrecenben, és a művész özvegyétől kapta ajándékba egyébként Székesfehérvár ezt a példányt, amelyet 1984-ben állítottak fel, tehát 30 évvel azután, hogy a mester az eredetit megmintázta. Igen, bár szerintem ez a mester özvegyétől kapta, ez egy ilyen közvetítő útján történt mindez, mert egy városismereti, vagy ilyen, hogy mondjam, országos vetélkedő sorozatban volt, mikor a különböző városok mérték össze a tudásukat, és gyakorlatilag ez volt az egyik díj, amit nyilván az özvegy ajánlott fel, tehát, és akkor így kapta meg Fehérvár. És hát ugye ez is, bár egy picit osztozik a szokásos fehérvári szobor sorsokban, de csak kicsit, mert ezt nem költöztették sose, hanem egyből nem került a helye, vagy hát úgy nem volt helye. És aztán végül mégiscsak került valamilyen hely, és hát tulajdonképpen ugyanazon a helyen maradt a későbbiek során, csak később sikerült a egyszerű letételt követően ezt a kis kellemes kis mikrokörnyezetet létrehozni, ilyen kis mediterrán helyet hozni. Talán nem véletlenül az elmúlt hetekben, ugye Fehérváron pont ezen a környéken épp egy filmforgatás volt, valamilyen kanadai vagy amerikai filmet forgattak Fehérváron, érdekes módon, ami Horvátországban játszódik. Nem először volt Székesfehérvár filmforgatások helyszíne. A műsor folyamban történelmi pillanat következik. Valamikor hatadással ezelőtt költöztünk ki a stúdióból. Öttel ezelőtt ez a hatodik. Ez a hatodik, bocsánat. Igen. Pedig az, matekból nem vagyok. A város szívébe, a belvárosba, a Városháza udvarára. Hálásan köszönjük ezt a lehetőséget a Városházának és polgármester úrnak természetesen. És itt az ideje, ha már itt vagyunk ilyen régóta, akkor beszéljünk erről az épületről is. Ismerjük meg a történetét, a múltját, egészen a jelenig. Biztos vagyok benne, hogy itt most sokáig elidőzünk. Nos, honnan is indult, mióta jegyezzük ezt az épületet? Hát ez egy hosszú történet, és szerintem sokáig fog tartani ez is, hogy elmondjuk, de végre elérkeztünk idáig, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a vendéglátást, és igyekszünk nem rabolni a türelmet nyilván a vendéglátó részéről. Középkori előzményei vannak magának az épületnek, illetve az épület tömbnek, hiszen itt gyakorlatilag egy körbekerített tömbről beszélhetünk. Ami nagyon fontos momentum az ugye az, hogy itt állt valamikor a városbírónak a háza, a városház tér felőli tömböt, hogyha tekintjük, és aztán ebből lett városháza később, tehát a városbírói lakás az mint olyan ugye ebben a létesítményben megszűnt. Az Arany János utca felől, hogyha ugye jövünk a bazilikától, akkor egy 1730-as évszámot láthatunk ugye itt a vakolatból úgymond kitakarva, kivakarva, tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni, ugye ez az építés, illetve az átépítésnek az időszakára. Az 1730-as így van, utal, hiszen 1691-92-ben itt már azért egy jelentős építés történt. És aztán igazából
maga a mostani környezet, ahogy kialakult, annak is egy nagyon érdekes története van. Ugye említettem, hogy itt egy viszonylag kicsi, mondhatni zsebkendőnyi helyen voltak különböző épületek összezsúfolva, itt a Városház köz mögött, ugye a Városház köz az a mai átjáró udvar mögötti részt jelentette igazából. Hát lényegében, ahol az átjáró udvart magát, helyet foglalunk. És ugye a szomszédban volt megtalálható Biedermeier stílusban felépült Bierbauer ház, ugye Bierbauer Viktor doktornak a lakóháza, ebből a családból származott többek között Borbíró Virgil, ugye eredeti születési nevén Bierbauer Virgil, országos szaktekintély, aki egyébként a családnak a történetét, meg a magyar építészetnek a történetét is nagyon jól összefoglalta a fehérvári vonatkozásokkal együtt. 36-37-ben történt meg ugye a két épületnek, az úgynevezett Zicsi palotának, illetve a régi városházának ugye az összeépítése, azzal az összekötő folyosóval, ami alatt ugye ma is lehet közlekedni a bazilika irányába. Elbontották az úgynevezett Ormai kocsmát, elbontották a német iskolát, elbontották a magyar iskolát, és ugye a Bierbauer háznak két jellegzetes díszítménye pedig átkerült a Szent Anna kápolna, illetve a bazilika felőli oldalra, homlokzatra, illetve maga az árterké került át, és a Szűz Mária szobor pedig ugye itt az udvar felől található meg itt az összekötő folyosó részen, és ugye ezt egységesítették a Zicsi palotának a tömbjével, tehát ugye megmagasították igazából a városháza irányába azt a részt, ahol valamikor a Bierbauer ház állt. És ugye Tóni említette már Óman Bélának az alkotásait többek között. Itt ugye a Nőgödőjével című alkotás található a Városháza udvarán, ahol most is ülünk. Aztán Meszlényi Jánostól. Meszlényi Jánostól, akit már említettünk. Ungvári Lajosnak volt itt egy Szószóló című szobra. Ami nyomtalanul eltűnt. De ugye még a 38-as ünnepélyes országgyűlés idején valamikor itt volt megtalálható. És a későbbiek során ő volt az az Ungvári Lajos, aki gyakorlatilag az Iblinek korábbi műsoraink alamelyikében említettem a kettes számú Ibli szobrunkat, tehát az Ibli lakótelepen a mellszobor az ő keze munkája. És az is többedik helyen van, mert ugye valamikor az iskola előtt, igen, tehát az Ibli iskola előtt. Én igazából ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy átadom neked a szót, de ha egy-két dolog még eszünkbe jut, akkor szerintem jó, akkor köszönöm szépen, akkor most elkezdem, és még következő két adást akkor ezen ellen foglaltam. Állunk elébe. Jó, tehát, ugye ahogy az lenni szokott, hát hivatalok azért arról ismerszenek meg, hogy a bürokrácia az mindig növekszik. Mondom én, aki azért most már jó néhány éve ilyen bürokrata vagyok magam is. Mindig újabb és újabb helyek kellettek a városi adminisztráció részére. Ugye, amit itt Márk az előbb említett, hogy 1730-ban megépült a régi barokk szárny, na most azért ez se volt akármilyen, mert ugye annak idején azért nem olyan egyszerű, nem volt olyan egyszerű a török idők után, hogy visszakerüljön a város tulajdonába a városháza, ugyanis az új szerzeményi bizottmány előtt igazolni kellett, vagy kellett volna, hogy ki miért tart igényt rá a török után. 1688-at követően, valamikor 90-es években egy óriási per volt, vagy hosszas lejáratú, és egy babocsai várkapitány, aki igényt formált rá, mondván, hogy az ő őseié volt, mint egy 150 évvel ezelőtt. Na most hát nagy nehezen végül a város tudta igazolni, bár kutyabőrrel ezzel-azzal, tehát nem nagyon tudták, hanem különböző másodlagos információkkal, hogy hát a városi magisztrátus helye itt volt, és így kapta meg a város ezt az ingatlant, illetve hát a részét. Ha középkorról beszélünk, ugye van egy olyan részlete, ami most is látszódik, az egykori börtönnek az ablaka, az Arany János utca felől, majdnem a Kálmáncsei szobornál van az a kis vasrácsos kis négyszögletes ablak. És ahogy mondtam, mindig újabb és újabb, hogy úgy mondjam, épületeket kötöttek be, mert hát az építés még odébb volt, már ugyanis megvásárolták a házat, illetve városi ingatlan volt az ilyen iskola, az olyan iskola, már bocsánat, hogy így fogalmazok, és hát megvásárolták a Zicsi házat is, össze is kötötték, mondtad, hogy összekötő folyosó, igen, az ugyanezen a helyen, de egy picit másabb volt,
És elérkezett az a pillanat, mikor azt mondták, hogy hát most már nincs tovább, már mindenfélét végigjártak, és hát akkor itt volt a négyek bandája, ha szabad így mondani, és most jó értelemben. Négy építészről beszélünk. Négy Rákosiékkal. Azok kedvéért, akik az előző műsort nem látták, csak tegyük hozzá, hogy négy építészről van szó. Igen, és akkor itt talán megismételném a neveket, mert közreműködtek. Ugye hárman gyakorlatilag összedugták a fejüket, és Schmidl Ferenc városi főépítész, Molnár Tibor a már városi főmérnök, és az utaknak az atya Göde kollega, őt mindig így is emlegették, megbeszélték azt, hogy hát akkor jó lenne felkérni a Novecento stílusában tervező és oly sok különleges feladatot megoldó Kocsis Iván műegyetemi professzort erre a célra, aki végül elvállalta, igen ám, de már elnézést megint a sajtót bírálva, sajtóban elkezdték, hogy miért pont mindent ezek az építészek mondanak meg a városban, és hát miért nem, és akkor erre mondta azt Csitári G. Emil polgármester, hogy igen, az építészeknek az a dolga, hogy gondolkodjanak, letegyék a javaslataikat, de a döntést én hozom meg. Mármint, hogy Csitári polgármester, és azt mondja, hogy én ezeket mind támogattam, ezeket a döntéseket, amik megvalósultak, úgyhogy természetes innentől kezdve akkor már szabad út volt, már amennyire lehet mondani. Na most azért azt el kell mondani, hogy ugye eucharisztikus kongresszus, Szent István év, és a többi, hát ezen építési jegyében, vagy ebben oly sok központi támogatás jött a városba. Na de, ezzel szemben a városi polgárok rendkívül büszkék voltak arra, hogy ezt saját pénzből, mi magunk csináltuk meg. Úgyhogy ez valóban így is történt, és akkor hát eleve mindjárt a koncepció elkészítése az volt, hogy hát itt alaposan bele kell nyúlni, több épületet le kell bontani, épületszárnyat. Azért, mert részben ezek az összekapcsolások szintbéli különbségeket adtak egyrészt az épületszárnyak között, másrészt pedig hát elég különböző volt a műszaki állapota az épületeknek. És hát olyan mondhatni, hogy forradalmi tetre szánták el magukat, hát elsősorban Kocsis Iván az ő országos tekintélye által, hogy műemlék épületek lebontására került sor. Hát a Birbauer ház műemlék volt, de hát azt mondta, hogy kérem, a legértékesebb részeket átmentjük, és hát egy nagyon szép, valóban egység alap, de hogy ezt most műemléki szempontból engednék-e, vagy így mondom, a 80-as, 90-es évek alatt engedték volna, ezt kétlem. Vagy legalábbis elég kérdéses, hogy ezt megengedték volna, ilyen jellegű belenyúlást. A 30-as években ugye Möller így bontatta el a Szent Anna kápolnának a bővítményét is. Hát, de... Ami szintén a műemléképülethez bocsánat, kapcsolódik. De az egy bővítmény volt, és azt mondta, hogy azt én visszaállítom az eredeti, és még hozzá hitelesen, de itt gyakorlatilag újat hoztak létre, hisz Zicsi palotának a homlokzati megnövelésével, hát azért azt nehéz lett volna azt mondani, sőt, most azt mondanák, hogy ez történelem hamisítás. Bocsánat, ez most a műhely titok része volt, de hát ezt elfogadták, döntöttek, és akkor most jön az építésnek néhány érdekessége. Ezt az egész munkát úgy kellett végrehajtani, hogy végig működött az épületen belül a hivatal. És ugye az volt a probléma, hogy szűk a hivatal, ennek ellenére mégis működött. Kettő, bocsánat, elmaradt az, hogy az évszázadok során vagy hatszor nekiugrottak, hogy ilyen terv, olyan terv készült. Ibli Miklós is készített tervet. Volt olyan, hogy ki kell költöztetni teljesen máshová. Hallottam azóta is már ilyeneket, remélhetőleg azért ez, mint városháza maradt továbbra is, még egy néhány évszázadig, de most visszatérve az építkezésre. Úgy folyt az építkezés, hogy először bontani kellett. Lebontották a német iskolát, a magyar iskolát, a Birbauer házat, úgyhogy vannak róla fényképek, ahogy igencsak hát foghíjasan áll itt valami. Fel kellett építeni, és használhatóvá tenni.
Az építkezés 36 tavaszán kezdődött, a döntéseket követően méghozzá azzal, hogy mindjárt a nyár kellős közepén, mikor úgy lehetett volna építkezni, egy 6-7-es építőmunkás sztrájk volt. Tehát itt nem volt építés. Majd 1938. januárjában volt az a ünnep, hát olyan városi közgyűlés, amiben már tulajdonképpen Hóman Bálint jelenlétében, mint országgyűlési képviselő, illetve hát nyilván korábbi kultuszminiszter, illetve a Szent István év kormány megbízottja, hát tulajdonképpen ünnepélyes keretek között átadták a házat, és már a díszítmények is fölkerültek rá, a már emlegetett korábbi műsorokban Óman Béla alkotása, és hát később majd további díszítmények is. És gyakorlatilag alig, mondhatni, hogy alig másfél év alatt elkészült olyan szinten, hogy azt most is döntően, hát különösebb gond és fennakadás nélkül használja a város. Igaz, azzal a történettel, és akkor most egy picit kilépünk ebből. 80-as évek elején elkezdődött egy olyan, hogy hát megint csak kinőttük a házat, és ehhez akkor hát városi tulajdonban, pontosabban állami tulajdon, de városi kezelésben lévő ház, a mostani Városháztér 2, akkor Szabadságtér 7 számú épületet, ami lakóépület volt, bevonták ebbe az együttesbe, és hát azóta is ugye városi hivatali célokat szolgál, és ugye hát az volt, hogy nagyszerű, hát itt van az összekötő folyosó minta, építsünk egyet, építési engedély, mindenen keresztül ment, nyilván némi húzakodás után, hogy szépen összekössék az első emelet magasságában, egy sóhajók hídjával. Igen ám, de ekkor verte ki a biztosítékot ez az elképzelés, és hát helyi értelmiségiek, tanárok, építészek összefogásával, és hát az egyik hangadó, Csutin és Lehr Erzsébet, hát egyrészt azért, mert ő volt ugye építészetileg leginkább tudta indokolni, és hát kell, mondjam azt talán szakmai körökben is valamennyire jártas, vagy legalábbis onnan kezdődött a jártassága, hát eljutott gyakorlatilag egészen Rádai Mihályig. Na most az volt az érdekesség, hogy akkor kezdődött a 7 műsorán keretén belül az Unokáink sem fogják látni műsora. De ez még csak egy ilyen betételemként, és hát ott sikerült bemutatni ezt az állapotot, hogy építési engedéllyel, és hát most akkor épp a pár héttel ezelőtt elhunyt Rádai Mihályra is emlékezve, ugye ő szokásos maliciózus megjegyzésével, hogy hát a város még spórolna is rajta, hogy ezt visszavonnák, ezt az engedélyt, illetve nem folytatnák az építést és visszabontanák, mert abból a pénzből bizonyára minden városházi dolgozónak jutna esernyő és kalucsni, hogy esős időben is száraz lábbal át tudjon menni a másik épületbe. Na most nyilván nem ez volt a lényege a dolognak, hanem az, hogy azt a városképet takarta volna ki elég erőteljesen, amit részben látni, hogy lentről a Barátok temploma sarkáról felsejlik, vagy hát legalábbis előjön majd a Székesegyház tornya, és ugyanez viszont a föntről. Na, ezt sikerült visszavonni, és hát ilyen módon mondhatni azt, hogy eredeti állapotát, bocsánat, a 38-as állapotoknak alapvetően megfelel a mostani megjelenése is a városházának. Azóta újabb képzőművészeti alkotásokkal is gyarapodott. Egyrészt egy olyannal, ami hát a polgármester dolgozó szobájában nem feltétlenül ide készült, de ugye az úgynevezett Pekári Goblen, ami egy amerikai túrát világkiállításon díjat nyerve került Fehérvárra, és hát Fehérvár 4 jelentős történelmi eseményét egy képen ábrázolja. Szent István elkezdi a Székesegyház építését, azt hiszem az Aranybulla jelenete, török aluli felszabadulás, és Mária Terézia megalapítja a püspökséget 1777-ben, ez a jelenet van rajta. Majd aztán ugye már a 30-as évek legvégén,
tehát már 38-at követően, ugye a 38-as események megörökítése történik a, hogy mondjam, a belsőben, a falképpel, amit Aba Novák Vilmos alkotott meg. A nagy tanácsteremben. Nem, bocsánat, ez az előterében, és a nagy tanácsteremben pedig az aranybulla kihirdetésének jelenete és a hozzá kapcsolódó feliratok, amik, hát ugye volt olyan időszak, mikor ezeket el kellett tüntetni, és akkor most jön egy kérdésem, hogy belecsaphatunk-e abba, nem lesz hosszú, de azért részben Márknak is visszaadva a szót, mert most egy kicsit magamhoz ragadtam, hogy esetleg akkor ennyit még lehetne beszélni arról, hogy miért is akarták, illetve miért is lett eltüntetve. Nyilván azért, mert amiket ábrázol, mik azok a fontos dolgok. Ha átveszed, ha nem, akkor persze, folytatok. Persze. Még egy nagyon rövid kiegészítés, csak hogy mindenképpen a Városháza kapcsán elhangozzon. Ugye a barokk épületről beszéltünk, és a barokk szárnyról. Hát azért a barokk kapuzatot is mindenképpen emeljük ki, ugye a város címerrel, illetve Valk Tamás kismartoni szobrásznak a két fontos szobrával, Justíciával és Prudenciával, és hát mit ad Isten, 56-ban valahogy pont a Justícia szobrot érte találat ugye az orosz löveg részéről. Méghozzá úgy, ilyen... hogy elment Justícia, és mögötte, mármint az eltávozott Justícia mögött pedig egy hatalmas lyuk, lyuk volt. És érdekes módon történetírás története, ha szabad egy korábbi adásra is hivatkozni. Hát történt egy olyan eset, hogy az úti könyvekben már az volt, hogy a világháború sérüléseket azóta már rendbe tették. Igen. Na, akkor tényleg csak röviden ezekről falképen ábrázolt alakokról. Ugye egyrészt ugyanúgy, ahogy a mauzóleumban is ugye lemeszelték, eltüntették ezeket a falképeket, hát ugye a Szent Korona egyáltalán, mint a magyar államiság megtestesítője, szakrális királyság megjelenítője és a többi. Szent István alakja, a Szent Jobb, Horthy Miklós kormányzó, Hóman Bálint, ugye, és hát azért a városi főméltóságok, országos főméltóságok, grófok, bárók, országgyűlési képviselők, na hát ezt aztán a szocializmus idején abszolút nem lehet. És a vitézi rend. És a vitézi rend, tehát ez gyakorlatilag annyira kompromittált volt többszörösen ez az ábrázolás, hogy hát nem csak itt, de tényleg a mauzóleum épületében is azonnal el kellett tüntetni, amikor itt a szocializmus kitört a városban, úgyhogy nem volt pardon ezzel kapcsolatban. De a pardonhoz. Molnár Tibor, a városi főmérnök kéziratában leírta a maga történetét, mármint ezzel kapcsolatosan, hogy megkapta feladatként, hogy vakoltassa le, tüntesse el. És ő erre fogta, és egy vászonnal bevonatta, és azt vakoltatta le. De akkori Alispán pedig hát elég, hogy úgy mondjam, akkurátus ember volt, megkapargatta, és rájött a turpisságra, hát majdnem az állás került ez annak idején Molnár Tibornak. Úgyhogy a végén tényleg az lett, hogy lefestették, majd aztán elkövetkezett a 90-es évek időszaka, és két éven keresztül, 93-94-ben, ha jól tudom, Hernádi György restaurátor, hát 8 nappal lát éve, én mentem ki este 10 órakor mondjuk az épületből egy hosszabb nap után, ő még itt vakargatott egy szál klotgatjába már elnézést, hogy előhozza a dolgot, és az utána jött a retus és a teljes kép, hát nyilván archív felvételek alapján színesek kevésbé, de hát a foszlányokból azért előjött. Azért felhívnám a figyelmet arra, amit Tóni említett, hogy néha ő is este 10-kor ment haza, és a restaurátor még utána is dolgozott. Na, és az volt az érdekessége, hogy hát tulajdonképpen 3 jelenet, a 38-as események nagy jelenete. Volt egy, hát akkor talán sorrendben volt egy katonai jelenet, ez a vitézi avatás, a Romkert avatásával egyidejűleg, ahol történt esetben Aba Novákot is vitézi avatták, és akkor ő is ott van a sorban egyébként.
Másik oldalon, szembe vele, tehát jobb oldalon az egyházi, a Szent Jobb Ország járása, amit már lehet mondani, hogy egy kicsit az euharisztikus kongresszus beharangozása volt, majd pedig jött a nagy állami ünnepség, az országgyűlés 1938. augusztus 18-án, amelyhez annyit kell tulajdonképpen elmondani, hogy egy törvényt alkottak, a 38 évi 33. törvénycikket, amelynek az volt a lényeg, hogy Szent Istvánnak a magyar történelemben való szerepét törvénybe iktassa. Három pontból állt ez az egész. Az egyik az, hogy erről megemlékezett, tehát kvázi preambulumként, hogy igen, milyen kiemelkedő szerepe van. Második, ezen alkalomból az ő ünnepét, egyházi ünnepét, állami ünnepé mondja ki, méghozzá augusztus 20-át, ugye? A harmadik pontja pedig az volt, hogy ezen törvény még aznap hatályba lép, tehát két nappal később már állami ünnep lett augusztus 20-a. És akkor most egy kis pikantériáját. Miért augusztus 18-án volt? Most lehet, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk büszkék rá, de a történelem ez is. Ugyanis 1938. augusztus 20-án Horthy Miklós, ugye a kormányzó, akihez kötötték a programot, vele kellett egyeztetni, nem volt Magyarországon. Kielben flotta látogatáson volt, az sokat emlegetett, ahol a felesége a hajót avatott, illetve ő volt az avató anya, hát Hitler vendége volt, és ezért kellett 18-án az országgyűlést tartani, és nem 20-án. Hát ez is a történelem, ahogy mondják. És valójában ezen a helyszínen, ahol mi most ülünk. Ezen a helyszínen, ahol mi ülünk, és akkor még egy apró történet. Hát Márk elsorolta, hogy kik voltak rajta, úgy a csoportot. Még egy adalék. Hármat kivégeztek közülük. Ha jól tudom, öten vagy hatan külföldön, tehát elmenekültek az országból. Betlen István többek között. És gyakorlatilag hát ő nem túl jó szántából, többen pedig hát súlyos börtönbüntetésüket töltötték ezen idő alatt. Hohmann Bálint életfogytal, Rácz Jenő honvédelmi miniszter szintén ugyanezen, és hát ezek voltak azok a figurák, akiket el kellett tüntetni a város vagy az épület történetéből. És szívem szakad meg, 3 perc van már csak hátra a műsorból, pedig a Városházáról lenne mit beszélni. Egy kicsit az 56-os jelentőségéről is érdemes, hiszen az a bizonyos erkély jelenet, az sokak fejében megmaradt, hiszen erről fotó is van. Hát ugye ez a híres jelenet az, amikor Keszei István felolvassa az egyetemistáknak a 16 pontját, és ugye hát a fehérvári forradalmi eseményeknek igazából a kezdő, kiinduló pontja. És ha már van még egy kis időnk, akkor azt is hadd fűzzem hozzá. Bobori Zoltánnak a Basa utca című elég hosszú önéletrajzi ihletésű írásában olvashatjuk azt a történetet, ahogy ő a Basa utcai lakásuknak az ablakából végignézte, ahogyan az egykori Számmer nyomdából, akkor éppen Pannonia nyomdából Keszeijék, mint annak idején ugye Petőfiék, Landerer és Heckenasztól a frissen kinyomtatott 16 pontot viszik éppen a Városháza, vagy hát akkor Tanácsháza irányába, és ugye innen indultak, és aztán megérkeztek a Tanácsházához, ahol már gyakorlatilag óriási tömeg várta őket. A Centrum áruház környéke az akkor már teljes mértékben tele volt, akkor éppen állami áruháznak hívták. Ugye az országalma megcsonkított részén is már tömegek fügtek igazából, és tele volt az utca népekkel, és ez még a békés időszak, tehát azért tegyük hozzá, és majd 24-én kezdődnek el ugye a fegyveres harcok Fehérváron, de ez az egyik leghíresebb jelenet, és ugye ezután néhány nappal következik be az, amiről már beszéltünk, hogy ugye Justícia gyakorlatilag megsemmisül, és hát a helyén tényleg egy lyuk keletkezik, ráadásul ugye hát ez a polgármesteri erkély, tehát a polgármesteri iroda kvázi kap egy belövést, hogyha lehet ezt mondani.
és mennyire jó, hogy ez az erkély mostansága az öröm helyszíne, amikor a sportolóink valamelyest vagy az országban, vagy az országon kívül sikert érnek el, akkor ugyanitt az erkélyről láthatjuk őket integetni a hömpölygő fehérvári tömeg előtt, csak egészen más céllal, mert hogy a Városháza fogadja őket mindig szeretettel. Van-e még valami, amit a Városházáról érdemes lenne elmondani, már csak azért is, mert még mindig maradt másfél perc a műsorban, és én látom Tónin, hogy van ott még. Szabad egy megint kicsit magán jellegű dologgal kiegészíteni. Hát az, dolgoztam. Hát az egy dolog, 23 évig, de volt ennek kapcsán egy olyan feladat, hogy meg kell oldani az épület akadálymentesítését. És hát egy ilyen tanfolyam keretén belül kollégákkal együtt csináltuk meg. Hát nyilván most lévén én az építész és műemlékes, az alapötlet meg a kibrusztolása a hatóságoknál kicsit talán volt közöm hozzá, mondhatom így. Tehát mi terveztük meg az akadálymentesítésnek azt a részét, hogy hol legyen az a lift, amivel a több szintet össze lehet kapcsolni, és hát ugye először mindenki ide akart ebbe az udvarra, és hát azért ez kicsit itt furcsa lett volna, hogy sikerült azt mondani, hogy az, ami kicsit gazdasági udvarként működik, de hát a Zicsi palota és annak az erkélye, ami az atlaszokkal és a nagyon szép kovácsoltva sráccsal ott kell bejönni, és akkor ott meg lehet oldani, hogy a három szintet, földszint első és második emeletet összekötve, és gyakorlatilag mindegyiket már csak a szinten magán kell körbe menni, és hát ez volt, mondom, az utolsó műszaki jelentősebb beavatkozás az épületben. Élő legenda, a szakértőnk, ezt elmondhatjuk, akár is nézzük. Természetesen nem fejeztük be a belvárosról szóló sorozatunkat, de ezt a műsort most kénytelenek vagyunk, mert elszaladt az időnk. Hálás köszönetem nektek, Igari Antalnak és Váci Márknak most is a sok információért. Köszönet a Városházának, hogy itt lehettünk, és engedjék meg, hogy megköszönjem annak a számtalan kollégának, aki hetek óta, sőt hónapok óta dolgozik ezeken a részeken. Köszönöm nektek is, még ha most nem is látszotok, és természetesen hála és köszönet a Fehérvár Televízió néző, hogy kitartanak bennünket, kitartanak velünk, és bíztatnak bennünket. Ezek külön értékek számunkra segítenek a jövőbeni folytatásra, mert hogy folytatni fogjuk Városrészek Titkai című műsorunkat 2 hét múlva. Addig is viszontlátásra!